Sziasztok! Írtátok többen hozzászólásban, hogy hiányoljátok a politikát, úgyhogy most azt fogok. Gratulálok Novák Katalinnak, de nem pozitív értelemben, hanem negatívban, mint ahogy ugye nagyon sokan mások az országban. Nyugodtan olvassák el a hozzászólásokat a híroldalakon, mert még mindig ugyanazokat írják, akkor a nyilvános profilokon meg lehet nézni, miket írnak. Igen. Igen. És egyébként nem azt a minisztrállal van a baj, mert ez csak egy dolog. Ha igaz. De hát... Na mindegy, hagyjuk. Szóval azzal van a baj, hogy ugye, hogy ő elvárhat egy olyan pozíciót, ahol ugye magyarokat kellene képviselni, meg az országot, de közben ő lenézi az országnak a nagy rétegét, ugye, mint tudjuk. Vissza lehet keresni nyugodtan. Lenézi a magyar anyákat, ugye, mint tudjuk, semmit sem csinálnak. Akkor lenézi a bölcsődei dolgozókat, az óvodai dajkákat, az óvónőket, a tanárokat. És akkor ugye azt is tudjuk, hogy Németországban olyan csúcs szuper minden, hogy hát az kellett, hogy nyilatkozza, hogy örül, igen, örül, hogy nem a, hát mit is, nem tudom pontosan idézni, de hogy nem a magyar szar, semmit nem érő fizetésből kell megélnie. Most kap havi 7 millió forintot. Hát remélem abból nagy szerényen, összehúzva magukat meg tudnak élni. Vagy még gyűjtsünk szerintetek? Meg ugye az lenne a nagy kérdés, hogyha valahol nekem olyan csúcsú fel, meg hű de klassz minden, meg rengeteg fizetést kapok, 3-4-szeresét ugye Németországban, mint itt Magyarországon, amennyit ugye fizetnek, hogy akkor onnét még jövök vissza. Ugye? Na, ez lett volna az én véleményem is erről az egészről, mint ahogy olvasom, a többség ugye egyetért. Sziasztok!